A Racionet Honvéd női vízilabda csapata második bajnoki mérkőzését játssza október 18-án szerdán Szentesen a Tiszaparti csapat vendégeként. Matus Márk csapata idei első bajnokiát elvesztette a tavalyi szezonban bajnoki ezüstérmet szerző BVSC Zugló csapata ellen, és második összecsapásán sem a Honvéd lesz a favorit, mivel a tavaly 5. helyet elérő Szentes első találkozóján magabiztosan nyerni tudott az UVSE Margit-sziget csapata ellen. Ennek ellenére a fiatal gárda mindent megtesz majd a tisztes helytállásért, hogy esetleg meglepetést tudjanak okozni a Szentesnek. A Szentes is egy nagyon erős csapat, tehát ez még mindig nem az a mérkőzés, amit nekünk nyerni kell, de úgy gondolom, hogyha azt a játékot fogjuk játszani, mint a BVSC ellen, amikor összeálltunk, akkor szintén egy jó szoros mérkőzésre van kilátás a meccsnek azon szakában, ahol tudni fogjuk majd gyakorolni azokat a figurákat, amiket majd a későbbiekben az olyan meccseken tudunk alkalmazni, amikor tényleg van esélyünk a végső győzelemre. Csak a Honvéd.